mindig felmerült bennem, hogy, hogy akarok-e gyereket most. Nekem soha. Senki nem kérdezgette, és senki, senki, nem várta el tőled? Senki, soha. De miért? Mert az elején leszögezted, hogy neked nem lesz se férjed, se gyereked, és utálod az egészet úgy, ahogy van? Aha. Aha. Én is mondtam ilyeneket. Rák előttig nem éreztem azt, hogy én szeretnék. Nagyon szeretnék gyereket, igen, de, de még, még nem érzem azt. Én, ha a kamerába akarok beszélni, akkor hova nézek? Oda. Ez a közel, ja, jó. Üdvözöllek, a Éva, a kanapén. jó Szia, Jól vagyok, köszönöm. Kicsit fázik a lábam. Akkor vedd fel azt az oknyt, amit mellét készítettünk, hogy majd felvesz, ha fázik a lábam. De annyira jó Hát ez a mai, ez a mai témánk nem annyira vidám, viszont annál fontosabb, szerintem. Mégpedig a gyerekvállalás, nőként, karrier mellett, 30 fölött, társadalmi elvárások, nyomás. Nyomás. <laughs> hát igen. Szóval, te mit gondolsz, a... neked hogy volt egyébként a gyerekkorodban, te vágytál arra, vagy te elképzelted azt, hogy neked lesz gyereked? Én, én mindig is azt képzeltem, hogy, hogy, hogy lesz gyerekem, és hogy sok gyerekem lesz. Nyilván azért, mert hárman vagyunk testvérek. És, és hát 34 vagyok, és még, még nincs gyerekem, és nem a társadalmi elvárások miatt, vagy a presszió miatt, de, de sokszor gondolom azt, hogy de hát én, de hát én 20 évesen akartam anyuka lenni, és, és, emlékszem, ahogy így végigmegyek így a fejemben különböző párkapcsolataimon, hogy, hogy mindig felmerült bennem, hogy, hogy akarok-e gyereket most, vagy akarok-e tőle gyereket, vagy hogy nekünk legyen közös gyerekünk, vagy hogy látom-e, hogy nyilván semmi sem véletlen, hogy, hogy miért, miért nincs, vagy hogy én, én, nagyon bízom abban a, abban a gondviselésben, ami, ami, engem mindig visz az utamon, amit én jó Istennek nevezek, de, de szerintem azért Vállalunk később gyereket, mert nem, ér, nem érezzük magunkat biztonságban. Igen, szerintem Nekem is. ez a véleményem. Szerintem is azért vállalunk később, vagy hát azért vállalnak a nők később, mert, mert nem akarják azt, hogy. Vagy hát sok nő nem akarja azt, mert van olyan, akinek a 20 éves vagy 20 éves korában ez megvalósul, és az az élete kiteljesedése, hogy 20 évesen gyereket szül, nem csinál karriert, ö, otthon van a gyerekekkel, és ö, nagyon boldog ezzel az egésszel, és ez tök jó. Hogy... És igen, és van olyan, aki így karriert is csinál, és, és gyerekei is vannak. És az, van, azok, hát, a szuper... azok a szupernők, de igen, az a, az a ritkább, vagy az a kevesebb, vagy abban van szerintem kevesebb példa, de hogy tulajdonképpen mondjuk, hogyha visszagondolok az anyámra, ő is 21 évesen szült engem, neki is négy gyerek. Enyém is 21 évesen szült engem. Igen, ez elég azonos. Ugye anyunak négy gyerek, és, és hogy ő mellette, mondjuk velünk otthon volt 7 évig, mert a hugom utánam jött kettő évvel, és akkor velünk otthon maradt 7 évig, de ő egész életében dolgozott. Előtte is dolgozott, meg utána is dolgozott. És hogy oké, okay, nem nem egy ilyen óriás karrier, hogyha súlyozhatjuk ezeket, hogy kinek milyen karrierje van, de hogy, hogy anyám tényleg egész életében dolgozott, és igazából ezt valamilyen szinten lehet egymás mellett csinálni. De szerintem azért a mai nőkben abszolút benne van az, hogy önmegvalósítás, még ki akarom magam, Élni és szórakozni, ahogy van a férfiak is kiélik és kiszórakozzák magukat, vagy hát a legtöbb férfi kiéli és kiszórakozza magát, és hogy ö, mi sem annak akarjuk ezt a jogot. Én nem, gondolom, én nem, gondolom ezt, hogy ez azért van ö, feltétlenül. Én azt gondolom, hogy ha az ember egyszerűen egy olyan emberrel van, aki mellett biztonságban érzi magát, akkor utána is ő vagy mellette is tud tudja csinálni a karrierjét, vagy mellette is, mert az a férfi biztosítja őt arról, biztonságot ad neki, hogy, hogy, hogy ez nem egy szakasznak a vége, vagy vagy hogy utána még te nyugodtan bulizhatsz, meg megcsinálhatod a karriert, mert én is kifogom fogom venni a részemet ebből Igen. a gyere gyereknevelésből 50-50%-ra, de mivel nem ezek voltak a normák és <coughs> És nagyon nehéz megváltoztatni azt, ami az emberek és a társadalom fejében van. Szerintem nagyon nehéz, mert nekem is nagyon sokáig kellett uh, bizonygatnom otthon, hogy hogy, uh, hogy minden rendben velem, és szeretnék gyereket, csak csak uh, még, még nem, nem érzem azt. Érzed a biztonságot? Mert nagyon szeretnék gyereket, igen, de, de még, még nem érzem azt igen, és, és, tudom, hogy mi nők viszonyúan korlátozva vagyunk azáltal, hogy, hogy ketyeg a biológiai óra, de hogy közben de hogy közben a szüleimtől is van egy elvárás, hogy, hogy hát, mi hogy miért már? nincs már unoka, miért nincs már unok, miért nincs már unoka, és, és nekem, nekem inkább ez volt, ami, ami presszionált, vagy ez az, ami, ami fontosabb, mint a társadalmi elvárás. Uh -huh. Tehát, hogy az. és nyomasztott vagy presszionált? Nyomasztottak a szüleid ezzel, vagy hát inkább. Nem akarom azt mondani, hogy nyomasztottak, mert ők nyilván csak arról beszéltek, amire ők vágynak már. Uh -huh. De ezáltal nekem, nekem nehéz uh -huh. nehéz volt, hogy nem tudok nekik megfelelni, de közben, 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 meg valamiért így van. Valamiért egyszerűen így van. Képzeld, ez tök érdekes, mert. Uh nem tudom, valahogy én úgy, úgy harcoltam ki magamnak így a kis boldogulásomat már egészen kicsikoromtól, hogy soha nem is került a szóba, hogy nekem mikor lesz már komoly kapcsolatom, mikor lesz már vőlegénye, mikor megyek már férhez, meg mikor lesz már gyerekem. Most nyilván a 28 éves kor előtti időszakról beszélek, hogy valahogy így ez, ezt így nekem Nekem soha. Senki nem kérdezgette, és senki, senki. nem várta el tőled? Senki soha. De miért? Mert az elején leszögezted, hogy neked nem lesz se férj, se gyereked, és utálod az egészet úgy, ahogy van? Aha. Aha. Én is mondtam ilyeneket, de én csak a házasságra mondtam, hogy én biztos, hogy nem megyek hozzá senkihez. És engem nem érdekel ez a romantika, meg ez a gics, meg ez az egész. De akkor csak azért mondtam ezt, mert mindenki más azt mondta, hogy de jó esküvő, és akkor én valami mást akartam mondani, mint a többi. ennyire egyszerű volt de hogy ez milyen érdekes, hogy a biztonságot keressük, és hogyha... És nem azért, mert régen, szerintem régen, ez nem volt egy, 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 egy fontos, fontos, dolog, hanem az volt, hogy szerelem, rögtön, rögtön gyerek, és, és aztán majd később derültek ki a kapcsolatokban azok a dolgok, amiket mi már előre szeretnénk kitapasztalni, és akkor utána szülök ebbe bele egy gyereket, mert mi van, mi van, ha utána vagy egyedül maradok, vagy mi van, hogyha, hogyha nem is passzolunk össze, hogy ez nem az, hogy nem, egyszerűen nem úgy működünk, mert régebben nem beszéltek ennyit, és nem analizálták egymást és a kapcsolatokat, amit most iszonyúan nagyon menő, hogy boncoljuk, boncolgatjuk azt, hogy hogy ki milyen, pszichológushoz járunk, beszélünk a problémáinkról nyíltan, párkapcsolati dolgokról, és hogy hogy most szeretnénk már egy olyan, olyan kapcsolatba szülni, ahol már mind, mindent tulajdonképpen szóval átvilágítottunk, nem? Hála Istennek, hogy tudatosak vagyunk annyira. Nem akarunk hogy egy gyereket kitenni annak, annak a, amin, amin mondjuk. Amin mondjuk egy párkapcsolatban két ember keresztül tud menni, ha még nem ismeri egymást. Igen. Például az én szüleim se illettek össze, és elváltak, és nekem a vállásuk trauma volt. És uh, szerintem az tök jó, hogy tudunk magunkon dolgozni, de viszont honnan tudod azt, mondjuk, megtalálod a párodat 20x évesen, vagy 28-29 évesen, amikor így éppen a már, már vagy annyira fejlett személyiség, hogy mondjuk tudod is azt, hogy mit akarsz. De egyáltalán magadat ismered, nem is azt, hogy a másikat, hanem 21 évesen még fogalmat sincs arról, hogy te, te egyébként milyen, milyen vagy, vagy mire, kire, hogy fogsz reagálni, vagy mi az, amiben neked változtatni kellene, vagy mi a te igen. utad, nem, egy csomó minden 30 éves korom, amik fogalmam sem volt magamról. Igen, csak honnan tudod azt, hogy ez a biztonság, ez Marad kitart Andról. 40 éves korodig, és együtt tudtok maradni? Honnan tudod, hogy az az ember, akit te kiválasztottál, 28 évesen teszem azt, az ugyanúgy tud veled fejlődni egy irányba, vagy elfelődik másfelé? Mert hogy lehet, hogy mondjuk... Hát szó... jársz vele egy pár évet, és akkor legalább meglátod, de nem az van, hogy jársz vele fél évet, és már is vagy egy évet és már is szülsz. Igen, szerintem ebből a szempontból jobb ez, hogy ez kitolódik, persze a biológiai óra, meg, a, meg az, hogy a nőknek sokkal nehezebb teherbe esni, amiatt meg nem jó, mert nyilván nem az az ideális, a, tested szempontjából, hogy te 30x évesen, <coughs> inkább már 40-es éveid közeli, közeli tehát 40-es éveid Belli. környékén szülsz, tehát hogy, hogy abszolút a te tested, az, az, nem erre van kitalálva, viszont ezek ilyen nagyon nehéz kérdések, és akkor ott van az mellette, hogy karriert csinálsz, akarsz, akarsz magadnak anyagilag is én például bennem mindig az volt, hogy én nem, én nem akarok... Nem akarsz függeni egy férfitől? Akarok. Uh -huh. akarok. Az nekem a legnagyobb rémám, hogy függjek egy férfitől. Tehát, hogy az attól én... Attól azt én hiszem, hogy hasonló fogok. vagyok hozzád. Ebben. Igen. És ez nem jó, mert ezzel viszont... Uh, ezzel viszont hát hogy de is, hogy, hogy val... nem jó? Hát de úgy jó, csak hogy közben a férfiakra gondolok, akkor meg mindig, mindig azt érzem, hogy... Uh, hogy most ezt nem tudom szebben mondani, de megpróbálom szebben mondani, hát, hogy elveszük a, a férfiasságukat. Vagy az hát Azért, hogy nem fizetik ki a, a számlát az étterembe, vagy mivel veszed? Szerintem egy felnőtt hát, hogy kapcsolom. önálló, Hát, hogy önálló vagy, és uh, még te is szülsz, még, még minden, minden, hogy úgy mindent tudunk, olyan iszonyú multifunkcionálisak lettünk minők és olyan, mintha nem szorulnánk már támaszra, pedig egy férfi szerintem nagyon fontos, hogy, hogy ő legalább azt érezze, hogy, hogy támasztad. Hát én, egy, én azt a kapcsolatot keresem, amiben egyenlő, egyenlő partnerek vagyunk. Tehát, hogy én nem, akarok, én nem akarok magamnak támaszt. Minek? Persze, nyilván vannak olyan élethelyzetek, amikor szükséged van a támaszra, de az én szememben nem attól lesz férfi valaki. De akkor hogy... nem is kell férfinak lenni, hanem, egy, hanem egy, egy egyenrangú partnernek? Egy egyenrangú partnernek, igen. Nyilván legyen a férfi. A, mi, Jó, <laughs> Bocsánat. <gül> <gül> Bocsánat. Ez nagyon vicces volt. Szóval, hogy nem attól férfi valaki, hogy, hogy, kifizeti a számlámat, vagy, vagy ő fizet mindent, vagy ő fizeti a nyaralásokat. Az nem, nem így mérem. Persze, nyilván tök jó az, hogyha valaki elvisz nyaralni balira, de, vagy Maldívra, most hova szoktak menni? Maldívra, ugye? Dubaj. Például nekem attól férfi valaki, hogy, hogy főz nekem, vagy elmosogat, vagy észreveszi azt, hogy, hogy, hogy ő is kivihetné a poharat a nappaliból, amit mondjuk előző egy órában fogyasztottunk. Kávét. Kávéra gondolok. Hát, hogy nekem ettől férfi valaki, és nem attól férfi, hogy jön a nagy macsó, és akkor ö, levágja a szoba közepére a szennyest, meg, ö, meg nem tudok vele partner lenni egy rengeteg dologban, meg oké, okay, én hozom haza anyukám a pénzt, és akkor neked kus van, vagy te csináld meg a vacsorát, vagy legyen itthon mindig kitakarítva, hanem az, hogyha partnerek tudunk lenni. Én valahogy így képzelem el a férfit, természetesen rengeteg olyan pasim volt, aki meg az ellenkezője volt. Uh -huh. És egyiknél se éreztem azt, hogy fú, de nagyon szülnék neki gyereket. És te, te hogy vagy ezzel az egész dologgal? Én most úgy vagyok ezzel a dologgal, hogy én, én soha nem akartam gyereket, tehát hogy a, a rák előttig nem éreztem azt, hogy én szeretnék, és, és utána se, vagy hát így emlékszem arra, amikor mondjuk vittek be a műtőbe, és akkor így előtte így elbúcsúztam a, attól, hogy na, hát ezt most már tudom, hogy ez most már nem lesz ugyanolyan, és hogy ez most már nem lesz itt, tehát hogy az, az ezer százalékosan biztos volt, hogy a méhemet kiveszik, és, de hogy nem volt ez egy ilyen drámai, pont, vagy hát akkor nem fogtam fel, hogy olyan nagyon drámai pont lenne. Később egyszer csak leesett valahol? Akkor, volt egy ilyen mozzanat? Akkor volt egy ilyen mozzanat, amikor már lábadoztam a, a betegségből, akkor már ilyen rehabilitáció volt, tehát akkor már tudtuk, hogy, hogy nem fog meghalni, vagy hát akkor nem, nem, halok meg. És akkor a meg az anyu ültünk így az ágyon, én akkor még nem tudtam járni, és akkor így mondja a testem, az arról elkezdett beszélni, hogy fu, amikor majd lesz kisgyerekük a párjával, akivel együtt van tényleg nagyon-nagyon régóta. És akkor így volt egy ilyen érzés, hogy hát igen, hogy nekem ez nem lesz, vagy nekem ez nem így lesz. És az olyan, az olyan rossz érzés volt, de, de nem, nem tudom neked azt mondani, hogy, hogy én én rettenetesen szarul vagyok, és szenvedek ettől, hogy nekem nem lehet gyerekem, és ehhez hozzátartozik az is, hogy nem, nem igazán volt azóta sem olyan kapcsolatom, amivel azt éreztem volna, hogy, hogy fú, na, ez, ez egy olyan férfi, hogy hát nyilván ez egy ilyen nagyon-nagyon összetett kérdés nálam, hogy egyáltalán miért nincs kapcsolatom azóta, vagy, vagy miért nehéz nekem az ismerkedés, mert rengeteg mindenen átmentem azóta is, de hogy nem... Nem tudom neked azt mondani, hogy én ettől rettenetesen szenvedek, viszont... Elfogadtad? Elfogadtam százszerzalékosan. Van a, az unokaöcsém, aki most két éves, hmm. Hugomnak a gyereke, azóta született gyereke, és ö, halálosan szerelmes vagyok belé, tényleg nagyon-nagyon imádom. Tényleg az vagy, mint én az unokaöcsémben, én is teljesen. Nyilván ez nem ugyanaz a sztori, mint hogyha a sajátod lenne, mert a sajátodat azt azért annyira nem... Az a durva, hogy, hogy a... még mielőtt bárki megsértődik. De hogy viccelünk. <laughs> nem, a, nem, nem, tudom azt mondani, hogy, hogy rettenetesen ki vagyok, viszont nem tudom, hogy milyen lesz az, amikor, amikor megtalálom azt a, a férfit, akivel, akivel, ez kérdés lesz. Lehet, hogy olyat találok, akinek már van gyereke, az ugye egy, egy másik komplikált kérdés, hogy mi van az, amikor már van gyereke a párodnak. Nyilván te ezt tudod, hogy, hogy ez milyen, de hogy... Igen. Ö, hogy? Sem. Most már annyi mozaik család van, és hogy e, iszonyatosan ö, durva, hogy, hogy szerintem már így a fele, nem? Így már átbillenünk. Szóval, hogy már a, a fele Sok a társadalomnak szinte a mozaik családokból tevődik össze, és, ö, és hogy olyan keveset hallani erről. Keveset ö, egyszer olvastam a egy könyvet a Eszternek, a páromnak gyereke van, uh -huh. és és hát ez egy nagyon hasznos könyv volt, hogy hogy ez milyen, milyen furcsa és milyen, milyen nehéz mindenkinek, és most. Nyilván nagyon-nagyon nehéz erről beszélni, hogy mennyi, mennyi idő, amíg összeszokunk. Mi most vagyunk öt éve együtt az Ervinnel, és hogy közben meg a Lola meg már megnőtt, közben nekem még nincs, nincs, nekünk nincs saját gyerekünk még, de hogy, de hogy mégiscsak olyan mintha, olyan, mintha megtanultam volna valahol ezt az anyukasságot vagy, vagy a szülőséget, hogy, hogy milyen, amikor, Nyilván, mikor ott van valaki, akire figyelni kell, vagy felelősséggel tartozó, még akkor is, hogyha nem a te vér gyereked, de hogy mennyi mindenre tanít ez, és ilyenkor mindig azt gondolom, hogy biztos azért kaptam, mondjuk a Lolát, hogy, 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 tanul, hogy tanuljak még azelőtt, mielőtt nekem lenne, hogy megtanuljam, hogy, hogy, hogy ez milyen. És felelősséget vállalni. Felelősséget vállalni, igen. Hogy tulajdonképpen nekem tök érdekes, hogy én nagyon messzire szaladtam a családomtól, nem azért, mert nem akartam velük lenni, hanem mert így valahogy itt képzeltem el magam, és hogy egyébként itt senki nincs, aki iránt felelősséggel tartottam, és mégiscsak lett egy kislány, aki nem is az enyém, de hogy mégiscsak akiért mondjuk itt felelősséget tudnék vállalni, az nem a felnőtt emberek, a felnőtt barátaim, hanem egy gyerek aki ez igenis van, van közöm, vagy lett közöm. Az is egy felelősség teljes gondolkodás, hogyha tudod magadról, hogy nem akarod magad egy a kötöttséghez hozzáláncolni, de hogy nekem az mindig ijesztő volt, hogy, hogy egy ekkora felelősséget a, a, magamra vállaljak. Például Oliver kettő éves, és azt hiszem, hogy kettő hónappal ezelőtt volt az legelőször, hogy én egyedül elmentem vele sétálni. Tényleg? Mondjuk a hugom egy kicsit kontrollmániás, azt így hozzá kell tenni, de hogy, és annyira mondta a hugom, hogy fogd a kezét, mondd el neki, hogy nem mehet ki, és annyira belém rakta ezt, hogy atya úristen, és csak az utca végé kellett elmenni. Rágtam a kocsi töltőre, és akkor azt elmentünk megnézni, és Ártikán, vissza. Enget, Én... hogy hadd sétáljon már, tényleg ez a gyerek, <há> semmi baj nem lesz. és, és annyira izgultam, hogy inkább felvettem az ölembe, a 14 kilós gyereket. És cipelt, mondjuk nem is nagyon akart lemenni, ezt azért hozzáteszem, mert az neki nagyon jó volt, és hogy annyira izgultam, tehát hogy, hogy még, még, így belém is rakják ezt, hogy én nem vagyok erre alkalmas. Most nem, nyilván ezt nem direkt rakja rám a hugom, csak hogy, hogy ez egy ilyen ijesztő dolog ez a felelősség, vagy nekem ijesztő dolog ez a felelősség, hogy, hogy valakinek az életét, elég a saját élet, felelősséget vállal, felelő, mint a jó Isten. Igen, azt elfogadom, hogy ez abszolút ijesztő lehet. Amiről még szerintem kéne beszélnünk, az a meddőség, vagy hogy mennyien küzdenek azzal, hogy hogy milyen nehéz szerbesni. Szerinted ez, szerinted ez csak most van, mint ahogy sokszor kérdezzük ilyen laktózérzékenység, meg ilyen hülye betegségekre, hogy ezek csak most vannak, vagy csak most találtunk nekik nevet, vagy, csak, vagy, hogy, vagy hogy régen is ilyen nehéz volt, vagy csak azért van, mert később kezdünk neki. És a, azért. a biológia miatt azért is nyilván, de hogy, de hogy szerinted ezek a ilyen arányban lehettek, nem valószínűleg Nem, régen, rá, nem, ilyen nem volt, régen nem volt ennyi nyilván ez a, a kitolódott. De nem ö... is beszéltek erről, beszéltek mm -hmm. erről. Szerintem még most is keveset beszélünk arról mondjuk, hogy mi hogy, hogy, a vetélésekről, vagy, vagy a, vagy a méhen kívüli terhességről. Nagyon keveset Ezekről -e? Nem esik szó. Hogy vezetik le magukban a nők, mondjuk, hogy van egy férfi, akivel már mondjuk öt éve próbálkozom, vagy. vagy és hogy nem jön össze, és miért nem jön össze, azért nem jön össze, mert, mert uh, nem ő az én párom, vagy vagy mert ez egy Félelmei jel, mert miatt. nem vele kell, vagy vagy félelmek, félelmek miért igen, de hogy régen ezekkel közben meg nem analizálták agyon. Beszolj, Magat, nem, hogy, hát mert nem voltak tudatosak, hát ez itt is a ugyanaz. ugyanaz Értem, az... akkor ezem jó, csak akkor... A... Hát így. azt biztos, hogy nem vették régen számításba, hogy, hogy agyon analizáld azt, hogy mondjuk te az anyától milyen triggereket hozol a, bele a házasságodba, a gyerekvállalásodba, az anyaságodba. Most már azért, hála Istennek, ezeket így tudjuk, és, és szerintem a gyerekvállalás is ugyanilyen, ugyanígy függhet attól, hogy mondjuk milyen szervi problémád van, hogy pszichoszomatikusan neked milyen problémáid vannak a saját nőiségeddel, anyádnak volt a traumája a szüléseddel, azt esetleg neked, vagy a nyádnak. Tehát ezt arról azért nem is kell annyira nagyon messzire menni, a Mundrucó film az erről szól, amiben a, a Pieces of a Woman, amiben a, az a story, hogy a holokauszt túlélő nagymama, hogyan adta át, vagy azt hiszem az anyukája volt holokauszt túlélő. Nem, az anyukája ott anyukája született. Az... Igen. igen. A lágerben, és hogy hogyan, hogyan viszi át azt a traumát, és hogy ő hogyan hal meg a gyereke a születésnél. Tehát, hogy azért ezeket nem kell most már nagyon sokat Jó, hogy, hogy mindent tudunk? Hát persze, hogy jó. Néha olyan félelmetes, Hát nagyon félelmetes szembenézni a, ezekkel szembenézni a sztorikkal, hogy Nagyon nehéz De sokkal Cs rosszabb De, az... Tudod, mi a félelmetes, hogy mi van, hogyha ezáltal hozunk magunkban létre blokkokat? A, fel, a blokkok hogyha feloldásával? Tudjuk. Nem. A a az egyáltalán arról, hogy, hogy kielemezzük magunkat, meg tudjuk. Én nem, nem hiszek abban, hogy jobb semmit nem tudni, vagy boldogok a lelki szegények, de közben Közben ah, még több félelem jön, min minél több az információ. Igen. És és múlnak az évek, vagy nem, nem tudom. Egyszerűen van, van ettől egy ilyen. Mindent tudni akarunk, de közben, közben nem biztos, hogy mindent tudni kell. Nem gondolom. Nem azt a homokba dugom a fejem, típus Értem, ember, hogy mit vagyok mondani. egyáltalán. Nem csak csak már néha olyan sok-ennyi mindent tudni magunkról. Sok-már ennyire kielemezni az egészet, egyszerűen. Ja, tudom, hogy mire gondolsz, vagy mit akarsz mondani. Én például nagyon-nagyon keveset tudtam az anyámról, hogy ő hogy, ő, hogy volt a, az anyaság elő, nem beszélt róla. Neki volt egy, volt egy olyan terhessége az új, az új kapcsolatában, még az öcsém előtt, aki, akit hét hónaposan kellett megszülnie. Már nem, már nem élt sajnos a gyerek, mert elkapott egy macskától a fertőzést, és, és meg, megmérgezte, nem tudom pontosan ez milyennek a neve, kifejezés és, és megmérgezte a babát, és meghalt, és meg kellett szülnie, és például erről erről nem, nem beszélt. De hogy olyan szinten nem beszélt, hogy hogy nem is lehetett szóba hozni, meg, meg azt tudom, hogy neki az annyira nagy trauma volt, én emlékszem rá, hogy amikor hozták ki a kórházból, hogy ő akkor akkor ő azt teljesen le akarta ott zárni. És, és én voltam egy ilyen hát belső utazás, vagy nem is tudom, mi volt az, egy pár, egy, azt hiszem, talán tavaly volt egy ilyen utazásom, és akkor ott feljött ez, hogy, hogy nekem hány testvérem van, és mondom, hogy nekem három testvérem van, és mm. mondja, hogy nem, nekem négy testvérem van. És nem feltétlenül hiszek ebbe, amikor mindig felhozzák az ilyen utaztatásokon a zikerterhesség, meghalt ikertesódat, meg a nem tudom, tehát én nem feltétlenül hiszem ezt. Mindegy, ez a nő, ez látta ezt a ezt a halva született testvéremet, és akkor mondta, hogy ezzel itt, ezzel itt meló van, ezzel itt dolgom van, és én akkor megkérdeztem anyámat, hogy mondta, hogy kérdezem meg, hogy ő fiú volt-e vagy lány, és akkor megkérdeztem anyámat, és azt mondta, hogy nem tudja, és hogy nem, nem nézte meg, és nem akar tudni semmit róla, és, és ne is beszéljünk És erre. ne is, nem. Tehát, hogy az neki egy ilyen, egy ilyen nagyon nagy fájdalom volt. Nem tudom, hogy melyik a jobb, hogyha, Igen. Ő, Igen. hogyha ő ezt így kifelé um, elgyászolta volna, és Közben azt se gondolom, hogy minden ember ugyanolyan, és minden embernek ugyanarra van szüksége. Tehát, hogy én, hogyha így beszélek a, a rákomról, meg a testemet így kiterítem, és engem az gyógyít egy pontig, az tök jó, de nekem is volt ebben egy mézuhanásom. De hogy az biztos, hogy az anyámnál ez egy ilyen nagyon-nagyon fájó pont volt, és nem tudom, hogy ez a befelé dolgozás, ez mennyiben segítette Aha, értem, őt a gyógy értem, gyógyulásban. Értem, vagy attól még ugyanúgy benned van, és, és lehet, hogy belülről rombol, hogyha nem beszéled ki. Persze. Csomó minden. És mi a véleményed arról, hogy hogy amikor ilyeneket írnak ki, hogy, hogy végre anya lettem, és most tudom meg, hogy milyen, milyen az egész kiteljesedés, és, és most, most vagyok igazán ember. Szóval, hogy, hogy... Ez a világ legnagyobb boldogsága. Hát Nincsen igen, hogy olyankor boldogság. mindig mondjuk elszorul a szíved, vagy nekem, nekem most már egyébként van, van ilyen érzésem, hogy... Nem, nekem nem szorul a szívem, én inkább én dühöt érzek egy... Nem, én nem azért, mert feltékeny vagyok arra, hogy, hogy annak az embernek gyereke van. A testomnál is határtalanul örömet éreztem, amikor ő, amikor ő megszülte Olivért, és hanem inkább azt érzem, hogy ne általánosságban beszéljünk erről, mert... Hogy figyeljünk már oda. Meg nem, én, én, értem, ez biztos egy ilyen euforikus állapot, amikor gyereket születik, és tényleg azt érzi olyankor, azt érezheti olyankor az ember, hogy nincs ennél csodálatosabb dolog a világon, de nem hiszem, hogy minden nő ezt érzi. Például van egy van egy barátnőm, akit imádok, négy gyereke van, és, és átküldtem neki egyszer egy újságcikket, amiben az volt, hogy az anyasság a legcsodálatosabb utazás, és erre azt írta, hogy ja, persze, csak mi a gyerekeim meg kelljen utaznom, akkor igazán, akkor igazán csodálatos. Szóval, hogy. Szóval, hogy inkább, inkább azt érzem olyankor, hogy hogy nem biztos, hogy ezt minden nő így érzi. Nem, nem biztos. Én, én, egy csomó olyan nőt ismerek, és, és most mivel én egy olyan közegben vagyok, ahol rengeteg sok színész van, és színésznő, ezért én... Ki, hát, hogy, hát, hogy, nem csak, hogy most nem rájuk akarom ezt rájuk akarom húzni, de, hogy, hogy, de hogy egyébként a mi szakmánkban ö, Abszolút vannak olyan színésznők, akikről azt gondolom, és ők is a mai napig szerintem, ha bevallják, hanem azt gondolják, hogy nem biztos, hogy ez való volt nekem. Hát igen. És akkor megnézem a gyerekét, és akkor és akkor hát, ö, az, hogy elgondolkodom azon, hogy, hogy hogy hát hol vannak itt bizonyos hiányosságok, amik amik úgy mondjuk természetszerűleg egy anyánál jó, hogyha ott vannak, és hogy mik azok, amik nem tehet róla, de nem, nem egy anyatípus, és, 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 van, aki nem. És Igen. hogy ezt hagyjuk már őket békén, akik nem. Igen, pontosan. Benned nincs egy ilyen kérdés, hogy, hogy mondjuk... Soha nem volt. Nincs? Soha. Mindig az volt, hogy ha terhes leszek, akkor nekem az a legegyértelműbb Dolog. Nem fájna mondjuk lemondani egy főszerepet, amiatt mert terhes vagy és nem tud eljátszani? De nem lenne kérdés. Nem lenne kérdés, de, de biztos, hogy egy kicsit el, hmm. el, úgy, 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 elszorulna a szívem, de leginkább tudod, mit szeretnék olyankor biztos, hogy azt szeretném, hogy jó, de nem lehetne mind a kettőt? Hogy akkor hogy akkor terhes is vagyok, és hogy le is forgatom? Hát gyorsan leforgatjuk, eltakarjuk egy kicsit a hasamat, szépen megcsináljuk. Úgyhogy. És ez mindjárt vége is a forgatásnak, és utána már foglalkozhatok a gyerekkel. Nyilván lenne bennem egy ilyen, hogyha nagyon hogyha nagyon jó szerepről lenne szó. És nálad ilyen híúsági kérdés például nincs? Mert mondjuk én téged nem látok híú hi színésznőnek. Nincs. sem bennem semmi, testemet abszolút uh -huh. odaadnám ezért. Uh -huh. De szerintem teljesen normális, és az ez rohadtul függ attól, hogy milyen pasi van melletted. Az, hogy a, a férfi... Az, az, hogy a férfi, az azt mondja, hogy hát jó, most így nézel ki, de így is gyönyörű vagy, és itt van a gyerek, oké, hogy oké, hogy most van rajtad egy-két plusz kiló, de hát majd max nem nézek oda. <laughs> Amikor akkor nem viszelek, a Showbert, úristen! Akkor nem a Sobert Norbertsz <laughs> hozzá hozzávenni, ugye? Már nem tudsz. <laughs> már nem tudsz é, Én találkoztam már ilyen férfival? Én Igen. Igen. Ja. Igen. De hát még nem voltam mellett a terhes, úgyhogy ez csak akkor derül ki valójában. És szerinted minket irigyelnek a gyerekes barátnőink? Szerintem igen. Tényleg? <laughs> igen, nekem egyszer azt mondta a, a, a kozmetikus. Nem amit? tudok erről. Koz... Nem is ér, éreztem miatt, hogy engem irigyelne bármelyik. Az, hogy azt csinálsz, amit akarsz, bárhova mehetsz, jöhetsz, dolgozhatsz, nem kell otthon lenned. Szerintem igen. Igen? Aha, szerintem igen. De mondjat, amit el, elkezdtél, hogy egyszer a, egyik barátnőt... Az A kozmetikusom mondta ezt egyszer, hogy uh, neki négy gyereke van, és neki is van karrierje, nem is kicsi, saját céget vezet, hogy uh, hogy fú, ne tudd meg, hogy neked mennyire jó, hogy ez, ezek, a, ezek az évek, hogy tényleg uh, karrier és minden, és hogy persze imádja a gyerekeit, még gyönyörű gyerekei vannak, de hogy, hogy ez mekkora szabadság. Szóval biztos, hogy van... Nem is az, hogy irítsék, hanem az, hogy néha azért lehet, hogy belebújnának a bőrünkbe. Ú, de hát akkor telefonálnak a nagyinak is. De valahogy úgy képzelem el, hogy van gyereked, akkor biztos nem tudsz annyira, nagyon önfeleten elmenni egy háromnapos hétvégére a barátnőkkel, hogy eszedben ne jusson, hogy mi van ott Persze, van a gyerekkel. Ez biztos. Lehet, hogy van ilyen, van ilyen nő, de. Hát most de. beteg lett a, az, az unokaöcsém, amikor eljöttem Pont Szlovákiából, mert jöttek a fogai, meg minden is, akkor én már itthon vagyok Pesten, és telefonálgatok az anyjának, hogy már jól van, lement a láza. Ez nem is az én gyerekem, és így teljesen így annyira. Hát de szereted. Igen. Szerintem minden, szerintem mindenki úgy jó, ahogy van. Ez lehet, hogy egy közhely, de nekem ezek fontosak, ezek a dolgok, hogy, hogy én elfogadom, elfogadom ami, ami velem történik, és, és várok, és majd úgy is, tudja, jó Isten, hogy mondjuk... Én azokat, az, azokkal érzek együtt nagyon, akik, akik nagyon szeretnének, akik tényleg úgy képzelik el az életüket, hogy ők anyák, és valamiért nem adatik meg nekük, nekik. Azt, azt, azt azokat az embereket nagyon-nagyon sajnálom. Nekem, nem, nem sajnálom, inkább együtt érzek velük tényleg, hogy, hogy van olyan, akinek rengeteg ilyen sztorit olvasok, hogy akinek ez a, az életének a, az, az, egyik nagy álma, és, és, nekik valamiért nincs. Mondom, én nem, nem tartozom közéjük, mert én nekem nagyon boldog életem, vagy nagyon jó életem van. De hogy és lehet, hogy egyszer majd lesz valahogy gyerekem, de hogy, hogy azokat, azok, azok nagyon, velük nagyon együtt érzek. Például a gyerekkori barátnőmnek is sokáig nem úgy volt, hogy nem, nem jön össze. Mentek volna az első, be, az első kezelésre a medőségi klinikára, és és pozitív terhességi ment, és azóta lett még egy gyereke. Teljesen természetes. És ő azt mondta, hogy például nála ez úgy működött szóval. Igen, hogy nála úgy működött ez, hogy eh, ahogy eljutottak oda, hogy akkor eh, lombikkal vállalnak, úgyhogy így lejött róla ez, hogy ja, akkor valahogy lesz, hogy évekig próbálkoztak őt, és akkor jó van, akkor most már itt van a segítség. És ahogy ezt így elengedte, és nem mindenkinek működik ez sajnos, de nála ez így működött, úgy, úgy lett terhes és két gyönyörű gyereke van most. vannak ilyenek is. Szuper. Hát szerintem most zárjuk ezzel. Neked van honnan szerinted? Most szerintem én... nagy részben azért vagyunk barátnők. Igen? Aha. A hülye humorunk miatt? Ő, ő rajta nevetünk, és ő, őt meg Nos nem, az nem az tudom, egyszer. legyen szerelmes és csókolózzon. Szóval van, vannak, vannak ilyen sztereotípiák, és ezektől nagyon nehéz megszabadulni. Adjuk abba, míg el elveszítem a humoromat.